Zoli ásott neki egy lyukat, és Mólika önként belement. Az... Ó, de cuki vagy, Istenem! Jó, hűvös! Igen. Jó, de cuki! Anulós kamaszukkal. Vasárnap van, és sokan vannak a parton. Az idő kicsit felhős, de jó meleg van. Néha elbújik a nap. Hát ez csak erre vártál, igaz? Végre valaki ássa már egy lyukat. Hát ilyen nyugisan tényleg ott fekszik. Na, mit szóltok? Mihez? Kutya jól érzi magát? Hát neki ennél jobb most nem is lehetne. Nincs a világon másik hely, ahol neki most jobb lehetne. Nézzétek ezt a fejet. Haláli. Alszik. Itt a teste természetesen, így. De alszik. Be is csukta a szemét. Na, Kitty felavatja az új fürdőn staciát, fordulj! Mennyi volt? 70 cent? Igen, megyek oda zuhanyozni, és nem akarom, hogy vizes legyen a frissen mosott hajam teljesen, mert ott csapkod össze-vissza. Na, menjél akkor. De addig leveszem útközben. Nagyon szeretek úszni. Kedves nézőink. Nem sokára megyünk Kittivel a bícsre, bícsejünk át! Szóval, következő a helyzet, hogy lassan véget ér az alalászunk, és holnap megyünk vissza Kaspiba, ahol már banán érlelő a meleg. Most néztem délután, olyan 36 fokot jószolnak, és ehhez még 3 fokot hozzá kell adni. Itt 30 vagy 28 fok van, de nagyon kellemes a tengerparti szellőbe. Úgyhogy kipróbálom, megyek, kipróbálom a legújabb buszoszapkámat, ami nagyon cutki, én választottam a színét, meg van ilyen kis úszógumim, aztán megyünk a partra. Te meg ne röhögjél. Ali, mehetünk a beachre? Te mit szólsz, mehetünk a beachre? Hey! Lusta disznó. Felkelni. Felkelni. Ők nem jönnek most. Itt döglenek. Mólika félig úgy néz ki, mint valami katona, rózsaszín izéve. Úgy de vagány vagy. Nagyon vagány. Nem nézek ki, bocsi. Most nem az a lényeg. Égeti a homok a lábunkat. A legújabb márkás sportpapucsom már mindjárt elolvad. Hello, sziasztok! Ciao. Az utolsó napot töltjük itt a tengerparton. Bár még holnap lehet indulás előtt lesz egy kis csobbanás. Aztán még beugrunk egy boltba, feltankolunk Szotyival, mert az nagyon fontos, itt a ottani boltban nincs, és akkor irány vissza melózni. Ugye kezdődik a meló, visszazökkenünk a munka világába, bár még most az elején csak ilyen előkészítő munkálatok lesznek, de azért igyekszünk majd videókkal kárpótól, vagy videókkal szolgálni, kicsit más témakörbe, ott is lesznek izgalmas dolgok. Ugye még... Nekem még mindig vannak terveim, amik ilyen elmaradások, meg ilyen izgalmas témának ígérkezik, csak még nem került rá sor, úgyhogy még azokkal is tartozunk. Igen, vannak már leforgatva igazából anyagok, nyers anyagok korábbról, csak bizonyos témakörökben, ezek még megvágásra szolgálnak, vagy megvágásra várnak, de igazából még ugye nem mondtuk el, hogy pontosan mi lesz a munkatárgya, de azért ott is kicsit másabb témakörben, de lesznek izgalmasabb jelenetek, tehát nem egy gyárban fogunk ezért dolgozni, hogy pontosan ugye mi lesz, azt majd meglátjátok. Majd, ha majd ott tartunk, majd akkor lesznek beszámolók, meg majd azért jelentkezünk. Úgyhogy nem maradtok ti sem videó nélkül, meg lehet én sem bírnám videókészítés nélkül, úgyhogy... Igen, most a napi tartalmak lesznek. Még lesznek egy darabig, egy-két pár napig, de most egy kicsit lesznek videók most is rendszeresen, legalábbis ez a terv, de most egy kicsit az utazgatás az most megtorpan,
és akkor, ha minden igaz, akkor egy pár hónap múlva folytatjuk a további kalandokkal, de most darálni kell egy kis zsét az útra. Ja, egyébként azt elfelejtettem elmondani, hogy ugye ma 21-e van, és itt ünnep van, és hát nincs ünnep, de gyakorlatilag ez egy nem piros betűs ünnep, ugyanis 2020-ban legalábbis most ért véget a szükségállapot, azaz mai nappal lehet utazni, mai naptól lehet utazni egész Spanyolországon belül, mindenki ahova akar, tehát nincsenek ezek a megyehatárok, nincsen semmilyen utazási korlátozás, a maszk használat és bizonyos szabályok még maradtak, de most már úgymond teljes szabadság van, libertad. Nem ordítom el, hogy viva España, mert itt Katalóniában vagyunk, és itt ezért meglincselnek, de amúgy a szabadság. Úgyhogy csak ennyit mondok, hogy libertad. Na hát eljött a hétfői nap, a nyaralás vége. Hát ugye bizonyára sokan átéltetek már ezt az érzést, amikor ugye oda vagytok nyaralni, és akkor menni kell haza az utolsó nap, amikor már effektíve indulni kell haza. Mondjuk nekünk még annyiból kötetlen, hogy még tudunk egyet csoppanni, de hát nem az, hogy már reggel ki a reptérre transferrel. Úgyhogy most csobbanunk egyet még. Pumuklival kiálltunk ide a homokba. Úgyhogy most nem sokan vannak, szinte mindenki elhúzott, vagy hát szinte senki nincs. Talán arra áll egy pár lakóautó. Úgyhogy ugye hétköznap van, hát hétvégén többen vannak nyilván. Homok csere a kutyán, friss homok, hogy hűvös legyen. Debike ő nem szereti. Belefekszik a hajóba, de ő nem szereti a betakarjuk. Na most pedig demonstráljuk Mollikának, aki ő, az öregebbi kutya, hogy mennyire szeret a homokba feküdni. Vigyázz! Ásunk egy lyukat. Neked készül, igen. Nézd csak, készül a kis lyukad. Mollika, gyere, gyere, feküdjél bele. Úgy, tedd be a lábadat, úgy. Ügyes vagy. És akkor most betemetünk. Nagyon jó, nem kellett kétszer mondani. Ezt már eljátszott egyszer, és nagyon imádtuk. Mollikának ez a kedvence. És akkor csinálunk neki ilyen kis fejtámlát. És ő így alszik. Legutóbbi alkalommal órákig így feküdt, igaz? Csodálatos, hűti őt a kis nedves homok, igaz? Legjobb körbeöleli a kis testedet. Igen, és hogyha még ilyen is szoktuk extrázni. És árnyékolás technika, bele ne szúrd a kutyába. Jó, hogy tudjuk, hol a teste. Na, most már erős is. Aha, tökéletes. Sziasztok! Nagyon fúj a szél! Na hát fontos pillanatok következnek, ugyanis utolsó perceinket töltjük itt a parton. Nem csak annyi, hogy beülünk a lakóautóba és elgurulunk, hanem ez egy teljesen új korszaknak a kezdetét jelenti. Ugyanis fogjuk magunkat és megyünk ugye Caspe-ba dolgozni. Szerintem ezzel elég sokan tudnak azonosulni ezzel az érzéssel, amikor vége van a vakációnak. Csak nekünk ez elég hosszú időre nyúlt el, ugye évekről beszélünk, hogy a munka világából kiestünk, úgyhogy... De azért nem egy gyárba megyünk dolgozni, és azért nem évekre, csak egy pár hónapra, úgyhogy... Igen, de vissza kell zökkenni mindenképpen, hogy lesz egy ilyen rutin a mindennapokban, aminek így meg kell felelni, úgymond, hiába nem lesz ez rossz, de mégiscsak egy ilyen... A vekerre kelés, ugye, ott csörög az óra... De éppen itt volt az ideje, és már nagyon örülünk neki, csak a lépéseket nehéz megtenni afelé, hogy összeszedjük ezt a lepedőt, és a... Elhagyjuk a tengerpartot, úgyhogy veszünk egy nagy, mély levegőt, és akkor hajrá, jó lesz, új kalandok, új kihívások. De tartsatok velünk, lesznek ezután is videók, izgalmasak, persze, reméljük, úgyhogy
Nem haltunk meg, meg majd még azért a lakóautóval is jelentkezünk. Lesz lakóautózás is, most egyelőre más jellegű videók következnek, de majd meglátjátok. Igen. Sziasztok! Sziasztok! Na Morlika, mit szólsz? Menni kell, jó? Tudom, hogy imádod a tengerpartot, meg minden, de eljött a ti időtök is. Eljött, igen. Ott nem lesz nektek annyira jó, mint itt, de együtt leszünk, az a lényeg. Jó? Gyertek! Gyere! Gyere, megyünk, jó? Sziasztok! Szia tenger, szia homok! Gyere! Gyere! Menni kell! Búcsú! Szia! Hát, sajnos Mollika úgy döntött, hogy ő nem hagyja itt a tengerpartot. Ő nem tart velünk. Benne marad a fekvő a homokban. Jön már a kis mocacka. Gyere te! A kínai papucs utolsó lábnyomai a homokban. 4 euró kínai papucs. Sportmárkájú papucs. Nézzétek meg, kicsoda pupi. Elkészültünk, elkészültünk, úgyhogy irány a bolt, azután pedig irány Kaspe. Jó, bevásároltunk, nyuszi. Ennyi talán még soha, de nagyon sok mindent vettünk. Kipaszból van bőven, az a lényeg, 30... Vigyázz! Jó, 30 csomaggal. Igen, igen, és 140 euró, ebből 30 euró csak a szotyi. Hú, kezdenek már jó idők lenni. Na, induljunk. Durván jó idő. Ja, eddig nem volt ilyen melegünk. Csak sikerült felvenni egy kis drónos részt erről a vízerőműről, meg a hall lépcsőről is. Nagyon nem mertem ott arra közelebb repülni, mert felvételen annyira nem látszik, de elég nagy távvezetékek mennek keresztül a folyón.
aztán ebből a szemszögből nem volt egyértelműen eldönthető, hogy milyen messze van, meg a kamerán amúgy sem mindig látszik egy vezeték, úgyhogy gondoltam jobb az óvatosság, de szerintem azért a lényeg látszott. Mosás lesz, megfürdik Pumukli végre hosszú idő után, és ez nekünk a tökéletes hely, ez a legmagasabb és üres is. Ilyen kamion, hát mondjuk az nem igen fér el, de jó magas. Nem funkcionál. Körbeér szerencsére ez a slag. Nekünk azért nehéz, ugye, mert nagyon sok mosoda olyan, hogy elég alacsony és nem férünk be alá. Meg igazából sokszor nincs is kedvünk már ezzel is killódni. Na hát nagyon sokat nem jelentett a mosás, de azért a szélvédőn segített valamelyest. A kinti piszkot ezt nem hozta le, ahhoz van kicsit erősebb szer kellene. Üzemanyag árak már egy kicsit húznak felfele. Üzemanyag árak? 1,10. 1 euró 1 cent pontosabban. Az A, a B az meg a traktorba, amit csak traktorba engednek, az 70 cent. Vízállás nagyon durva. Szinte majdnem itt az úton van a víz. Nyílik a kapu, Kitti nyitja a kaput. Megjöttünk.